bár nem főztem valami gyorsan, de azért évszakok nem teltek el közte. Még mindig nyár van, meleg van, úgyhogy nagyon könnyű desszertet fogok készíteni a menü végére. Következzék akkor a Gyümölcsök Csokoládéban című, hát mondhatnám, hogy étel, de ez inkább egy, hát nem mondható, hogy étel. Ez egy desszert, egy nassolnivaló, egy kis csemege. Én sose rejtettem véka alá, hogy imádom a csokoládét, úgyhogy mindig igyekszem becsempészni a menübe, most is ez történik. Rengeteg friss gyümölcs van a piacon, én mégsem ezt használom. Máshogy viselkedik a csokoládéval, egy idő után levetenged, megenged, nem lesz olyan jó. Na, úgyhogy én most szereztem aszaltszilvát, aszaltsárga barackot, amúgy is el kell használni, hiszen jönnek a frissek. És stílszerűen kétféle pálinkát öntöttem rá, barack, illetve mély meglepő szilva pálinkát. Ez lehetne adott esetben konyak, bármilyen gyümölcslikör. Én ezt hagytam állni egy 5-6 órán keresztül, na jó, füllentettem, egész éjszaka így volt, de kell neki egy kicsit fölpult tőle, és egy kis plusz ízt ad. Itt fölolvasztottam a csokoládét, és semmi más nem fogok csinálni, csak a gyümölcsöket beleszórom, kimártam a csokival, kiteszem egy tepsire, amit sütőpapírral vagy fóliával kibéleltem, hagyom megdermedni és kész. Ez lesz a menünk végén egy kis desszert. De a csokoládét egy picit sűrűnek ítélem, úgyhogy ennek a likőrjével, pontosabban egy pici pálinkával fogom hígítani. A maradékot nem árulom el, hogy hova kerül pálinka. Még annyit, hogyha ugye gyermekek az egészen biztos, legalábbis az enyémek tuti ennének ebből. Véleményem szerint ez olyan pici alkohol, ami nem fog ártani nekik, de ha valaki ezt másképp gondolja, akkor egyszerűen áztassa az aszalt gyümölcsöket teába. Attól is nagyon finom, érdekes íze lesz, főként ha gyümölcs teába áztatja. És akkor már megbolondíthatja azt a gyümölcs teát egy pici fahéjjal, kis szegfűszeggel, csillagánissal, és mindez beleivódik majd a gyümölcsbe. Ennyi. Na, és akkor kezdődjék a művelet. Így. Elkeverem benne. Aj, de jó lesz. És már teszem is ki a tepsire. Még annyit, hogy a konyakmegy is valahogy hasonlóan készül, sőt, ha házilag én eltennék konyakmegyet, azt úgy csinálnám, hogy ezt az olvasztott csokoládét, talán emlékeznek rá, készítettünk a gyerekekkel egy ilyen karamellás desszertet, megtalálják a blokon. Ott használtunk ilyen csoki bombon formát. Nos, én ezt a csokoládét mondjuk beletölteném félig, egy kicsit fölhúzgálnám az oldalára, betenném a hűtőbe, ha megdermet, akkor beletenném a konyakba áztatott medgyet, hagynám egy kicsit hűlni, rátennék a tetejére zárásképp csokoládét, és amikor megdermed, kész is a konyak megyünk. Csak kiöntöm belőle, illetve kinyomkodom belőle, és kész, ennyi. Ezt lehet, hogy ki is fogom próbálni, mert most még van megy. Ebben a melegben őszintén kell más desszert? Egy pici, egy falatnyi kis édesség. Nem kíván az ember komoly réteseket, meg brutál palacsintát, vajkrémes sütit. Annak majd eljön később az ideje.